hiszen mi nők mindannyian elégedettek lennénk a sorsunkkal, ha találnánk valami 20 perces megoldást arra, hogy esténként tévénézés közben megoldjuk az aznap felgyülemlett ráncokat, problémákat és eltüntessük az arcunkról. Te például mivel próbálkozol? Mi a te szépség titkod? Én a megelőzés meg a természetes dolgoknak a híve vagyok. Eddig igazából kakaóolaj vagy kókuszolaj meg ilyen vajakat, krémeket, argánolaj, ilyeneket próbáltam ki, viszont én nagyon szeretnék valamit találni, amit tudok otthon csinálni, amivel igazából meg tudom előzni ezeket a problémákat, sőt, feszesíteni. Ugye oda kell figyelni arra mindig, hogyha az ember a súlyával ingadozik, hogy az arc az ne ereszkedjen meg, úgyhogy mindig is kerestem egy ilyen megoldást. Sokan azt gondolják, hogy a ráncok a legfontosabbak, amikor az arcállapotát nézzük, pedig ugye az arc megereszkedése az sokkal jobban mutatja a kort, illetve a korosodást. Ugye a kettős állvonal, amikor leereszkedik az arc, vagy a szemnek a táskája, vagy a toka megereszkedése, és igazából a helyes módszer az, ami ezt is tudja kezelni, nem csak a ráncokat. Mi nők először, amikor észreveszünk az idő múlását a tükörbe, akkor hatóanyagokkal próbálkozunk, ampullákkal, krémekkel, aztán jönnek a masszázs mozdulatok, egy-két szakember, és a végén pedig azt tűnik a legcélra vezetőbbnek, hogyha valamilyen gépi kezelést választunk, körülbelül elefelé tart a kozmetikai ipar is. Ez így van, mivel a legfontosabb a kötőszövetet célba venni. Ugye a kötőszövetnek a kollagén tartalma, illetve az elasztin tartalma az, ami tartást biztosít, és ezt a tartást csak úgy lehet elérni, hogy valahogy ezt megerősít. Azok a kollagénrostok, amik a bőrfeszességét okozzák, azok ennek az energiának a hatására rövidülnek, vagy termelésük fokozódik, ez a lényege. A rádiófrekvenciának több generációja van, és egyre jobban a biztonságra mennek rá, és a legújabb technológia az a 3D, 3D technológia, amit szalongépekben és most már otthon használatos készülékekben is alkalmaznak, és ennek a lényege az, hogy célzottan a bőrnek csak azt a rétegét melegíti, ahol a kollagén termelést kell fokozni, így veszélytelen. Tehát ezzel a technológiával az otthoni használat is veszélytelen, és bárki számára elvégezhető.